vonat, tehát megállok, emelkedő nem sokára, ahogy a videóban szerepelt, illetve nem megállok, hanem mielőtt megállna az autó, meg fogom tartani kuplunggal. Most lassítok, visszateszem egyesbe, igen, és akkor úgy állok meg, ugye, hogy nem a féket nyom, mert hiszen mindjárt megáll az autó, nem bekuplungozok, és mielőtt az autó visszagurulna az a lejtőn, megkeresem a fogáspontot. Megvan a fogáspont, látjátok, kicsit remeg az autó, és mozgásban van a kocsi. Megint benyomom, gurul vissza, megtartom. Ugye nagyon nem tesz jót a kuplungnak, de nagyon szépen lehet a fogáspontot begyakorolni. Látjátok, a fordulatszám mutatja, a fordulatszámért, hogy most van meg a fogáspont. Jó? Tehát én ezt javaslom, hogy először, picit megfékezem, hogy először ezt gyakoroljátok. Jó, megkeresed és tartod, és akkor tudod hintáztatni az autót. Ugye mondom még egyszer, a kuplungnak hosszú távon ezért nem tesz jót. Jó, és most ugyanezt megtartom, és egy picigázt adok hozzá.